Lea, nem lehetne azt a telefont mellőzni, hogy egy kicsit foglalkozna velem? Állandóan a telefonodot babralod, állandóan mindig telefonolgatsz. Veled nem lehet úgy, hogy beszélgetni, hogy... Előbb eltört a só, ne legyél mezítláb, mert belemegy a szilánk a lábadba. Úgy ébredtem reggel, hogy ma nagyon jó napunk lesz, gondoltam én magamban, kis dilogyerek, ezt nem jött össze, hogy majd romantikázunk, kifekszünk a napra, napozunk, tök jó idő van, viszek neki citromlevet, csinálok neki forró teát, de lehűtöm jéggel, csinálok neki szendvicset. De hát, a szívemet kitehetem, az is kevés lenne. Szeretnék ketten lenni veled, akarok neked meglepetést. De piszkos ez a terítő. Képzeld el, Kulaló Tibike, itt ott mit csináltak? Rendeltek takarítókot. Győző, hagyj számlazzam ma le. De most hagyj mondjam ma. Patriknak küldöm a számlát, légy szíves. Képzeld el, Kulaló Tibikék rendeltek olyat, hogy kitakarítottak nekik, ilyen takarító brigádot, felmosták a lapot, kitakarítottak az ablakot, a szőnyeget kipucoltak, míg az agyneműt is kicserítik Kulaló Tibikéknek. Majd kicserélem én az agyneműt. Hagyj rendeljek ma takarítót, és akkor mi meg ketten romantikáznak, no? Amikor Győző reggel azzal állt elő, hogy jó lenne valamit csinálni, valami kis romantikusat, hát megmondom az őszintét, azt hallva, hogy olyan rég voltunk kettesben, és tegnap egész nap velem utazott a Tuamási kolbászgyárba. Tehát az is kettesben eltöltött, ám bár nem túl romantikus program volt. Így nem tudom, hogy mire gondol. Hogy mit szeretne. Neki mi a romantikus? Felhívom Kulaló Tibikét, hogy adja meg a számot, várja, vagy fent vannak ezek neten? Tartozok a könyvelőnek, még nem fizettem be a katalt sem. Itt van-e, fent vannak? És még az orvost kell felhívnom. Ki kell iratnom egy csomó vizsgálatot, mert nem éppen jól vagyok. Nem éppen jól vagyok. Jó napot kívánok, én Gáspár Győző vagyok, Salgótarjánból üdvözlöm. És önök voltak Kulaló Tibikék, mit takarítani múlt héten, ugye? Jaj, de jó, jaj, de jó. Hát kérdezzek meg, drága, hogy a mai nap folyamán esetleg nem-e tudnának minket beiktatni egy takarításra, mert szeretném a feleségemet meglepni. Az én feleségem szeret vasalni, főzni, mosni, takarítani, ő nagyon rendes asszony. Tetszik is menni a tévébe a beasszony. Csak az urával nem foglalkozik. Hát igen, drága, tudja már az ilyen. Küldje már nekem akkor ide a Salgótarjáni címünkre, jó? Ugyanazt a brigádot, aki Kulaló Tibikéné volt. Azt mondják, hogy azok nagyon jó takarítanak. Jó. Jó, rendben. Készpénzbe fizetünk, igaz? Nem utalunk. Nem én fizetek, nem én hívom. Ja, bocsánat, én fogok készpénzbe fizetni, jó? Gáspár Győző akkor. Nem, megrendeled nekem, úgy fizessem jó, ki. Jó, drága. Vasalni kell egy helyén. Nem, ne nyúljukáljon idegen az én bugyogómhoz. Azt mondja be, hogy az ő bugyogója, ha idegen, ne nyúljukáljon, csókolom. Akkor csak külső takarítást kérünk. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot, hello, hello. Sziasztok, parancsoljatok! Sziasztok, megjöttünk a takarításra. Ti? Igen, minket küldtek. Tessék? Ti jöttetek takarítani? Igen. Ti? Nem bizony. Takarítónők hát, vannak? Várjatok majd, de hát Kulaló Tibikék, ki jár? Mi jár, mi nagyon mi meg vannak elégedve velünk. Ti jártok Kulaló Tibikék, és ti nem tudtok mondta, takarítani? Két fiú volt, nem te mondta. Tudsz takarítani? Nem gyengén. Te? Hát, igen. Ti tudtok lapot felmosni, meg... Minden. Ne szórakozzatok ma a fiúk. Először azt hittem, mert mondom őszintén, hogy kéregetők gyűjtek, hogy ilyen, hát mondom, hát ezek biztos kéregetni gyűjtek, mert szokták szózzangyönni kéregetni. Azt mondták, hogy ők a Kulaló Tibike csapata. Mondom, Jama, amore, tík vattok Kulaló Tibikének a csapata, eredj ma. És mondták, hogy ők a takarítók. Na, akkor én nagyon meglepődtem, mert hát nem őköt vártam. Hát én felhívtam egy hölgyet, és ő azt mondta, hogy küldi a takarítókot. Ő volt a diszpécserünk. Na jó, köszönjük, ez majd köszönöm. Milyen gyertek, be, ne ott hova a napon álltok, ha iszunk valamit, a gyertek, igyatok egy kis vizet, sok az ablak. Sok az ablak, mindent. Hát de gyerekek, szerinted gyertek. Ők meg tudják, csak ne idegesítsé ma. Hát egy győző próbacseresznye. Hát milyen próbacseresznye? Győző. Hát de milyen próba cseresznye? Most nehogy majd ne tudjanak egy ablakot megpucolni. Ki ők? Meg tudnak egy ablakot biztos, pucolni? Meg. Biztos, na hát akkor én izé leszek. Zambó Jimmy leszek, ha ő ablakot tud pucolni. Zambó Jimmy hangon fogok énekelni. Milyen termékkel dolgoztok? Azt ti hoztok, vagy én adom? Mindent hoztunk. Nos, mindent hoztad. Te miről beszélsz? Rongyot is? Te miről beszélsz? Miről beszélsz? Szerinted ti tudtok takarítani? De ha gondoljátok, el is mehetünk. Hát most akkor hoppomra már ne gyertek le. Na. Én szeretném, ha legalább az ablak, hát itt nézd meg, mennyi ablak van. Meg tudjuk arra csinálni. Ti pucoltatok ma életetek ablakot? Nézd meg! Pucoltunk. Ti, hát tudtok bizony.
hogyha innen megyünk ki, itt felhúzom a redőnyt, tehát azért ott is elég sok ablakka van. Nem probléma. Tehát most én ezt szeretném így, hogy igen, piszkos állapotban vannak, és akkor, hogyha most meg leszek veletek elégedve, akkor még augusztusban jön. Te el tudod azt képzelni, hogy ez a két gyerek tud takarítani? Hát te mindjárt felkötöm magamot. Győzőt rettentően zavarta, hogy a takarítók azok nem takarítónők, hanem fiúk, és végül is nem tudom, mire gondolt, hogy majd jönnek ide cicababák takarítani, mert ugye a cicababák azok nem pont portörlésre vannak specializálódva. Hát Győző, te tudta a kolbaszt tölteni, rólad se bírtam elképzelni, hogy bírod azt a kolbaszt tölteni, barátom, azt meglett a kolba. Most mi nem? Figyelj, meg tudjuk csinálni, de nem akarjátok, el is tudunk menni. Te tudsz felmosni? Tudok minden felmosni tud. Te is tudsz felmosni. Hol tudok felmosni, Csaba? Mama, fejezd ma be. És mit fejezd ma be? Fejezd be. Elri azt a színen mindenki, de te akartad, hogy majd megyünk romantikázni, addig hagyd takarítsanak, hát akkor hogy? Hát de ezt a Gácsi nem mondta a diszpécsenetek, nem mondta, így mondott, hogy kulatit körülgéhez jártok, azt tudtam, oda is járunk, na, ott is megcsinálunk mondta, mindig hogy kulatit körülgéhezni két gyerek, ja. Engem nem zavart, hogy fiúk jöttek a takarító nők helyett. Hát van ilyen boniem, hogy a férfiak is takaríthatnak, és sőt, hogyha ez egy vállalkozás, akkor ugye nekik ezt csinálni kell. Én nekem ez nem volt ellenemre. Hát itt egy szuper dolog van, ugye a redőnyök, nem minden ajtó mozgatható, és akkor az egyik oldalon a redőny csak kívülről pucolható, a másik oldalról kívül belül is, ahol el lehet mozdítani az ajtót. Itt szeretném, hogyha a redőny is le lenne, meg azért elég pókhálós most minden, és itt akkor ugye az üveg a tokkal együtt legyen megtisztítva. Ugyanaz ott is. Mindent meg tudunk csinálni igazából, ugyanez de így, hogy a Győző is ilyen stílusban beszél velünk, az lehet, hogy nem fog működni. Te Győzőt skippeljed, nyomd ki, olyan, mintha itt se lenne, mert ő... Elég dezagáló azért. Figyelj, ő mindenkivel ezt csinálja, ez ma katasztrófa, amit velem is művel. Meg a jacuzzinak kéne még a tetejét lebosni, ja, mert az nagyon-nagyon ramatja állapotban van. Jacuzzi felett egy pici pókhálótlanítás, a jacuzzira rákerülne a teteje, ami ott van, a szépen le lenne törölve, és akkor itt körbe törölni a... mi ez a követ? Követ. Jacuzzit. Igen, 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 mert elég ramatja állapotban van, tehát most nem tudom. Meg tudjuk oldani, ha a Győző is szeretné. Figyelj, a Győző hívott titeket, de egyelőre, ez egy marha jó ötlet egyelőre volt. Nőnek gondoltam, hogy gondolt minket. Hát de most attól, hogy valaki férfi, figyelj, séfekben is sokkal jobbak a férfi igaz. Séfek. Takarítóban azért... is. Most érted, ha alaposak vagytok, akkor ezzel nem lesz probléma, és a végén majd ő kért tőletek elnézést, amikor meglátja a munkátok végeredményét, ez garantálom. Ez biztos. Ő kért tőletek elnézést. A nevében én most elnézést kérek tőletek, de egyébként én úgy gondolom, hogy hát ez egy olyan, hogy ez mondjuk ide felállni most a nők, ez férfi, azok szédülnek, munka, igen. Minden, hát nem bírok a nőkkel. Is. Na, akkor neki látunk fiúk. Neki. Na, szuperek vagytok. Hát be a szétverik a házat. Hát dehogy verik szét. Hát be a szétverik a házat. Te akartad, hogy maradjonak. A redőnyt takarítja. Hát de így járt, olyan, te csak háborúban lennék. Hát dehogy vagy háborúban, ne idegelj én ma ki. Így hogy lehet így pihenni? Hogy lehet relaxálni? Ember kikészít ez a csávó, nem hiszem el. Már engem is nagyon idegesít. Semmi nem jó neki. Várta itt a jó nőket, az kicsit csalódott az életének. Mert ő relaxálna. Én is el tudnám viselni azt. Hát igen. Mikor itt a jó nők itt egy körbe táncolgatnak. Nézd, van, még mozog a redőny, hát befogja a szakítani. Győző, ezt egy nő is így csinálja. Ezt a nők is így szokták. Úgyhogy nyugi.